Az európai vezetők a csütörtök esti munkavacsora alatt sem tudták meggyőzni az ukrán elnököt, hogy írja alá a történelmi jelentőségű társulási szerződést az Európai Unióval, közölte a litván elnök. A tagállamok újból felsorakoztatták az érveiket az ukrán elnöknek, aki nem beszélt a megállapodásról, aláírásról, csak Ukrajna gazdasági gondjairól. Azt szeretné, hogy ezeket a problémákat az Unió és Oroszország közösen oldja meg, magyarázta a litván elnök. Nem csak pompás kastélyok, híres műemlékek érdemelnek figyelmet. Mentsük meg a külhoni magyar népi értékeket. Az MTVA Kóskároly Kollégiuma és a Magyar Művészeti Akadémia pályázatot hirdet határon túli diákok számára kisfilmek forgatására. Adj esélyt épített örökségünknek. A részletekről és a vonzó pályadíjakról a két intézmény honlapján olvashatsz. Készült a Kóskároly Kollégium és a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából. A Rákóczi Főiskolán tartotta a kihelyezett kárpátaljai ülését a Kóskároly Kollégium, a Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap határon túli tanácsadó testülete. 2014-ben a Közmédia Kárpát-medencében lévő 67 tudósítói pontján működő szerkesztők, rendezők, operatőrök számára fog továbbképzéseket szervezni a Kóskároly Kollégium. Az MTV a határon túli kérdésekkel kapcsolatos tanácsadó testülete erről kárpátaljai kihelyezett ülésén döntött. A Rákóczi Főiskolán tartott megbeszélésen Havasi János, az MTV a határon túli kapcsolatok külön megbízottja azt mondta, jövőre a tudósítói pontok műszaki fejlesztésére is sor kerül. A hitről, annak keresztényi megnyilvánulásáról beszélt prédikációjában Majnek Antal kárpátalja római katolikus püspöke. Ahhoz, hogy az egyház hitelesen tudja hirdetni az Úr Jézus evangéliumát, szükséges a hívőknek, mondott, megkeresztelt embernek az hitben élni. Tehát minden megújulásnak ez a kezdete, ez az alapja, megújulni, megerősödni a hitünkben. A hit a szeretet által tevékeny, tehát nem lehet szétválasztani a kettőt, hogy csak a hit. Szent Jakab apostol is megmondta, hogy holt a hit önmagában, ha nincsenek cselekedetei. Amikor 16. Benedek pápa a II. Vatikáni zsinat 50. évfordulóján meghirdette a hit évét, akkor felhívta a lelkipásztorok figyelmét azokra, akik hitük gyengesége miatt elbizonytalanodtak és eltávolodtak az egyháztól. Számukra különösen fontos az odafigyelés. Elsősorban ez a hitoktatásban nyilvánult meg, a felnőtt katekézisben külön csoportokat indított minden plébánia a környéken, ahol felnőttek katekézisével foglalkoztunk, tanítottuk őket. Ezen kívül tematikus beszédek voltak az év folyamán, a zarándoklatok és a hit évének az égésze alatt zajlottak. Kárpátalján a szovjet érában tiltották a vallást. A hittanoktatás csak az elmúlt 23 évben indult újra. Számomra a hit a reményt, a szeretetet, a feltámadást, az örök életet jelenti. Szeretnénk átadni a hitet a gyerekeknek, hogy ők is szeretetbe, bölcsességben nőjenek fel. Sok gyerek az iskolában tanulja meg a mi atyánkot, az üdvözlégyet. Az ungvári Szent György római katolikus templomban több száz zarándok imádkozott együtt a hit megújulásáért, a békéért és a vallási egyetértésért. Négy fordulós versenyben vesznek részt a munkácsi magyar iskolások, ahol minden fordulónak külön tematikája van. Az elsőben be kellett mutatkozniuk, a másodikban pedig már komolyabb feladatot kaptak a csapatok. Jótékonykodniuk kellett. A következő feladat a példaértékű ember bemutatása volt. A csapat a sztálini munkatáborokat is megjárt nyugalmazott református püspököt, Gulácsi Lajost választotta. A versenek a tematikája az a demokrácia, tehát egy kicsit beletanulnak abba, hogy egy csapat munkán belül is a demokráciának a szabályai érvényesüljenek, ugye a többség akarata dönt. Egy nagy élményt szereznek ezzel a játékkal.